Azért ezt ne felejtsük el, hogy ez az ember volt, aki el akarta adni papíron, ugye a tárgyalások alapján a városházát. Kitalálták azt, hogy jó, hát semmi köze nem volt Karácsony Gergelynek ehhez a kérdéshez, mert ugye ő, mint ahogy szokott, mindig elpárolgotta bármilyen felelősség alól, aztán kiderült, hogy hát azért köze valami lehetett ott valakinek valamihez, úgyhogy én azt hiszem, hogy csak annyit tudok mondani, hogy hát itt mindig minden világos egyébként Magyarországon, tényleg, tehát csak az összegek útját kell követni. Én arra gondolok, hogy a hallgatást meg kell fizetni. Tehát és ilyen évről évre növekedő tempóban? Hát valószínűleg ez az egyetlen módja volt annak, hogy ne derüljenek ki azok a titkok, amelyek egyértelműen kilógnak, kilóg a lóláb. Úgyhogy ez egy beismerő vallomás, hogy lefizette azt az illetékes vezetőt, aki ezt a városházba eladást próbálta lebonyolítani. Úgyhogy akkoriban emlékszünk, hogy mekkora botrányt csinált Karácsony Gergely, hogy többet nem olvas ilyen olyan sajtóterméket, amelyek ezt megírja. Az a főpolgármester, aki egy ilyen volumenű ügyben nem tud arról, hogy miről tárgyal a vagyonkezelője, vagy a vagyonkezelő nem kérdezi meg a főpolgármestert egy ilyen ingatlannak az eladásáról, amely mondjuk a központja ennek az egész gépezetnek, akkor itt súlyos bajok vannak. Tehát az, hogy nyilvános megaláztatás helyett nyilvános megdicsőülés vár egy ilyen személyre, az egy súlyos rendszerhibát feltételez.